Nézd ezt! Gyere, Tia! Ó, de szerettetek! Hát, nem tudtam megvárni mindenit, egyszer. Én nevéltem, hozzám vannak nőve, és nem tudtam egyszerre, hogy üres legyen az a... Olyan, mint mikor egy szüle élveszi a gyermekét. Nekem ezek voltak, akik vártak, mikor jöttem haza. Beüktek a kapuba, és... várták, hogy jön a gazdihoz. És most bemegyek az istállóba, és már csak ketté van. Annyira össze volt szokva négy tehén nekem, hogy miért egy testvérek voltak. Egy folyta a jószágom, én saját magam nevelgettem mindet. És mikor kiment a csordára, két tehén egész nap csak járkált, bőgött, kereste már a párját, mert annyira összeszoktak már, hogy itt az udvaron hálnak kint szabadon, és egymás mellett feküdtek, és mondta csordás, hogy egész nap Bálint bácsi azt mondja, nem evett a tehén, csak járkát. Most is, ha hazajön, csak bőg, ordít, nem leli egyet. Hogy ezt a kettőt meddig tartom, nem tudom, de egyszer lehet észánom magamat, és akkor ez is megyen a több után. Akkor a borjukkal mi lesz? Hogy gondolod tovább? Mire bejön a tél, ha borjuk leválanak, akkor lehet, hogy el is adom. Nem megyek neki a télnek. Nem. Bajlaudok vele, nem kéne leudok. Annyit tudok mondani, hogy még a déd nagyapám is itt született. Tölgyekeres Kisari volt. Bala György, Bala Boldizsár, Bala Bálint, meg én is Bala Bálint vagyok. 34-ben születtem, novemberben Katalin napján. A szüleim gazdálkodtak, a mezőn voltak, szilva, dió, termés volt ugye. Kapálni kellett, aratni kellett. Én, mint gyermek, hazajöttem az iskolából, ki volt adva parancsba, a csikót megitatni, a disznónak enni adni, atyuknak vizet tölteni. Ez volt, utána pedig vett fel a villát vagy a gerebjét, mert kin vagyunk gyűjteni, és tessék jönni gerebjéni utánunk, 6 éves koromban. Így kezdődött az élet.
nekünk a 20 hord hőbű, mondjuk 2 hord gyümölcsös volt. Az alját az ember lekaszálta, megérett a dió, és én, mint gyermek, kinn aludtam, és mire édesapám kijött az ökörre, vagy korára én itt is félszettem, ott is félszettem, úgyhogy ő csak szedt összefele. Jött a szilva, aranyosan leszettük a szilvát, itt volt egy nagy aszaló, nagyapám volt a főnök, mi hoztuk, és ő itt hol ezt tett a szavata. Jött az almaszedés, élvérméltük, jöttek a zsidók, kidobolták, ennyiért veszi a lekvárt, ennyiért veszi a diót, ennyiért mindent, és akkor sorba vittük tekenőszámra a lekvárokat mi. Ez volt a pénz. Állandóan a munka, a munka. Egész télen a trágya hordás, egész nyáron már megkezdve, amikor lehetett a földre menni, jött a zabvetés, jött a kukoricavetés, a répavetés, a krumplivetés, a tengerivetés. Utána meg mire ebből végeztünk, előre lehetett kezdeni a kapálást. Édesapám 50 pár éves korában meghalt, én 16 éves koromban árván maradtam. Édesanyámmal éltem együtt, ő beteges volt, de én ápoltam, ahogy mint férfi. Abban az időben nem volt nyugdíj, nem volt otthon, meg kellett tanulnom főzni, meg kellett tanulnom mosni, kenyeret sütni, tésztát gyúrni. Én vállaltam mindent. 16 éves voltam, és a 20 földnek én voltam a gazdája. Abba szigorú, szükséges esztendőbe, abba az 50-be, 51-be, amikor adtam földet vesbe, amit terem ad be, a pofár meg fog be. Úgyhogy mindent oda kellett adni. Karácsonyban, mert 2 mázsa, 20 kila buza volt a fejadag. Fél év nem járt le, a 110 kiló buzát be kellett vinni a utarába. Így kezdtem az életet. A drága édesanyámnak gondozásával és a földnek a művelésével. Gyerek voltam, de szégyent nem vallottam. Reggel elvégeztem az otthoni munkát, elkészítettem a reggelit, tisztába tettem édesanyámat, és utána indultam a mezőre. 60-ban jött a tejesz, rak fel az ekét, rak fel a berenát, szakpak, és az ostót hoztam haza. Mindent le kellett adni. Nem lehetett csak egy tehenet hagyni, meg 2 növendéket. Hiába volt teli az ólkot, a istálló, jószárnyból. Ez volt a parancs. Ha a kaszállás volt, azt folytattam, ha aratás volt, azt folytattam, amilyen munka jött sorba. És utána mindig az volt, vajon édesanyámat hogy találom, aki az ágyban volt. Sajnos 78-ban arra jöttem haza, hogy még élt, azt mondja, hogy megvártalak, mert én már meghalok. Drága édesanyám, hogy tanál ilyet ki? Annyi volt, megszorította a kezemet, és elaludt. Nem tudott addig meghalni, míg haza nem jöttem. Mire édesanyám meghalt, 40-en túl voltam, mert nem volt érdemes már akkor megnősülni. Mert a kis honomért jöttek volna, de nem válogattam, vagy nem, én se egyik, és se másikkal nem foglalkoztam. Megszoktam gyermekkoromtól kezdve a magányt, a munkától nem féltem, lehetetlent nem ismertem. Volt úgy, hogy egész nap dolgoztam, és akkor este jöttek, hogy hónap temetés, meg kell egy fejfát írni,
A tölgypára rá kellett vésni a vetőket, a születését meg a verset. Kinek miért? Kiálmodtam, hogy kinek mit érdemél? Kíméletlen kemény halál, egy jó apát elraboltál. Ősz vagy anya, két kis árva, odaház koronál. Volt olyan, aki öngyilkos lett, felakasztotta magát. Annak megírtam, menjél a sírnak ölébe, mert úgy is siettél, aludjál békébe. Bocsássa meg Isten földi védkedet, ne zárjon azért ki mennyből ki tégedet. Minden tudok. Annyi verset, annyi rigmust, annyi félfát, annyi. Ó, rémítő halál, világ fejedélme, mikor lesz már hatalmat betélve? Gyilkos kezed mikor lesz megkötve, hogy rémeid eltűnjön örökre. Hálát adok ezérszer a jó atyának, hogy engemet még ebbe a korba, ilyen erőbe, nem vagyok egészséges, de még a kecskéket, a disznót, a barompit ellátom, meg saját magamat. Úgyhogy nem. A házam nem olyan, mindegy, nem kézen járok a lakásba, hanem oké, sáros a csizma, akkor is bemegyek. Az asszony nem szól, hogy bejöttél a sáros csizmába. De akkor istálló bújjon, az nem vetkezik le minden persze. Hát én az én Gyurka bátyám az iskolának volt a visze, a feje. Ő volt az első tanuló kisorba. Én átvettem édesapámnak a tudását, a jószág szeretetet. A bátyám tanult, utána ment Pestre, Székesfehérvár, egyetem, főiskola, elég tanár volt, földrajz történelem tanár, utána a kartográfiához ment, és ott dolgozott, úgyhogy nyugdíjig. Ő Ausztráliától kezdve lengyel, török, görög, akkor itt a Máramoros, Kárpátalja, Ukrajna, ez a Fekete-Tisza, a másik ilyen, olyan, ez mind, még mindig megyen, még mindig, mindig benne él, még most se tud eleget, mondom, nem láttál még eleget az életbe. Most is hazajött, pedig már látta 50-szér, itt ahon a kis túlsér a Tiszában, amit Petőfi is írt. Hogy megyek, azt mondja, megnézem. Mondom, ne menj sehova. Nem, ő még oda kimegy. Hát mondom, hányszor láttad már? Hát gondolod, hogy arrább tették? Nem, ő oda kimegy. Én nem vágyok sehova. Én. Nekem jó úgy, ahogy van. Én nem tettem a falu határán, nem. Nekem kisor megfelel. Halló? Halló? Budapest beszél. Öcséd vagyok, kisar vagyok. Miért kell neked még menni a könyveket árusítani, meg ide menni, meg oda menni, Franciaország, meg stb. Nem tudom. Na most az a helyzet, hogy most írtam egy tanulmányt éppen. Ó, a könyveim. Semmit ne írjál. Örülj, hogy ízlik az ebéd. A probléma az, hogy annyi sok minden téma van, amit még meg szeretnék írni. Én nem akarok lebeszélni, testvér. De ez sok, amit te végzél. Az a sok, amit te dolgozol.
Hát még mindig vezeted a traktorodat. Hát én bírom, mert még fiatalabb vagyok, mint te. Az biztos, hogy 2,5 évet még te letagadhatsz. De éppen a múltkor beszéltünk rólad, hogy milyen fantasztikus műszaki tehetség vagy, hogy ugye a mi vidékünkön a Szatmári Szilvából főzzük a lekvárt, és óriási munka volt ez. Láttam a te újításodat, szerintem ezért te megérdemelnél egy kisebb fajta Széchenyi díjat, hogy elektromos áram segítségével egy olyan készüléket csináltál, hogy ezt a fa motorlának a rudját előre-hátra automatikusan mozgatja. Igen. Az és pontosan csináltam egy keverőgépet is. Azt is egy mosógép motorhoz. Kiváló mérnök lehetett volna belőled, hogyha annak idején tovább tudtál volna tanulni. Ne dicsérjél, én még elhiszem magam, hogy hát kérlek szépen, ilyen okos ember. Nem én mondom, ezt mások mondják, én csak látom, mikor hazamegyek, és én látom, hogy megint valami új dolog van. Én nulla vagyok te hozzád. Hát kérlek szépen. Te doktor vagy, én meg egy paraszt. Hát az a helyzet, hogy mondjuk bennem volt ez a tiszaháti, ez a szatmári igyekezet. Kérdezném az Attiláékat, a családot, hogy vannak? Kérlek szépen, a modern technika segítségével, Montenegróval tudok levelezni. Ott van most a fiam, a két lány unokámmal. Na és nem említette úgy a menyed vagy a fiad, mikor itt voltak nálam látogatóba, hogy megtanítottam félni, meg gyűjteni, meg stb. Nem emlegeti? Az egyik barátjával volt vendégségben nálad, ahogy emlékszem. Igen. És hát ott dolgoztattad őket keményen. Hát nem. Mert hát ezek nyaralni akartak ott a tivadari strandon. Nem. De te azt mondtad, hogy addig, míg itt el nincs vége ez a házi munka, addig nincs fürdés. Minden jó lakásnak meg kell adni az árát. Jó laktak kolbászó. Így van. Hál' Istennek az esőm elkezdett cseperegni. A víz hideg volt. Azt mondja, na, segítsünk. Persze. Gyerünk ide. Hát igen. Úgyhogy másik nap meg azt mondták, bátya, mi megyünk haza. Úgyhogy úgy gondolod, kisorba hazajöhetsz egy évbe ötször is, meg tízszer is. Most neked a szülőfalud semmi? Ha nekem a legfontosabb kisor. Miért nem jössz haza helybe, hóba? Itt a drága porond, itt a Tisza, itt az arany, gyümölcsös, alma, szilva, körte. Hát? És egy kis jó levegőt. Kis jó levegőt. Hát igazad van, öcsém, hát jó lenne több időt tölteni ott kisorban. Hé, van neked, látod, van. Van hol aludni. Hát az a helyzet, hogy annyi sok minden dolga van az embernek, hogy... De ne dolgozz már, ne tervezgess. Szülőfalujára kevesebb idő jut, mint szeretné. Hagyjál békét a tervekkel, mondtam már neked, hogy csak annyit, amit bírsz. Mindenki kérdezi a bácsát, mikor volt idehaza. Látod, hogy akik nem ismernek is mondták, hogy ez a Bálintnak a bátyja. Tudod, mit mondott a tiszteletes úr? Áldás, békesség. Na, úgy legyen. Thank you.
Nekem az állat volt a mindenem. Hát előbb magyar tehen volt. Ugye az volt a magyar szürke. Egészen 60-ig, míg a termelő szövetkezetben nem mentünk. És akkor elmentem Nyírbátorba, és ott gyönyörű szép piros torka két tinót vettem, amit lehetett termékenyíteni. És így kaptam rá a magyar torka tehenekre. 4 óra volt az ébresztő reggé. Akkor kezdtem félni, trágyázni, utána jött az itatás, ugye nyáron a legelőre ment, és ebből éltem, ez volt a kisari embernek a tőkéje, a tépénz. Annyit kaptam a csarnokból, kétszer annyit, mint a nyugdíjam. Fehén, egy év alatt ellett egy szép bornyút, és akkor volt benne a tízitér tej, azt vitt a csarnokba, felnőtt a bornyú, ez egy év alatt egy tehenár volt. Én az állatokat mindet az udvaron tartottam. Bármi, a disznó, a kecske, a tehén, minden szabad tartás volt nálam. Igaz, egy teljes béres udvar volt az udvarom, mert ugye azok nem mentek fejére, hogy most ide piszkol, vagy oda piszkol, ahol ráért. De az olyan kényelemben volt az az állat, amelyiket én tartottam, hogy nem engedtem be abba a rettentes melegbe, mikor hazajött a csordáró. És akkor jöttek a baromfik, mert úgy teli volt ebből a bögőjé, meg apró légyé, úgy a tőzsi, meg a lába, és úgy megszokta a tehén, hogy a csirke volt, mikor mennyi apró morhám, jött és szedegette a legyet, és utána, amikor megféltem, alig várt a tehen, lefeküdt, és elnyúlott neki, és a csirkék még a hátán is jártak, és szedték, ameddig láttak a csirkék, úgyhogy a jó hűvösbe kérődött a tehén. A másik én meg benne, abban a meleg istállóba, ott meg megfeledte a légy, meg a szúnyog. Úgyhogy az én állataim különbül voltak, mint én. Ők voltak az urak, én meg az állat egyedül. Bárki szólott bármikor éjfélbe, hajnalba, Bálint bajba vagyok, elik a tehen, gyere. Én láttam már, mikor meg akar eldenni, hogy ez a tehen most lefeküdt, nem ivott, én már tudtam, hogy ez már a szülés következik. Persze ugye már este hozzá fogott kínlódni, a bornyú beleszáradt, a kis lába kín volt, a feje meg el volt akadva. Na, elenyúltam, lezsíroztam a fejét, visszatoltam a lábát, hogy tudjam bekenni, és akkor szépen helyére állítottam a fejét, megfogtuk, aztán megállott. Én nem vagyok orvos, nem vagyok nagy tudású ember. Én kiheréltem a malacot is, kiheréltem a bornyút is, nem kellett állatorvos. Avval is megállott az Isten. Zsákba is voltam, tarisznyába is. Mindent meg kellett csinálni, az égvilágot, a szént, a szekeret, a kerítést. Én csempésztem, fürdőszobát csináltam, konyhát, mindent a világon, gépet feljavítottam, ekét csináltam. Tehát ami létezik egy átlag embernek, nekem minden megvan. Gyere Bálint, a disznómat hónap meg kéne ülni. Kélek szépen. Gyere Bálint, csinálni kéne egy kaszonyelet, ott voltam. Gyere Bálint, ezért szaladjunk a kis szénáért. Szolgált kész voltam. Köszönöm én. A faluba voltam, karba tartó, elébb az óvodánál, utána a tanácsnál. Temetőt én kerítettem körül. Halottas háznak az alapját én csináltam meg. Bármilyen munkát meg tudtam csinálni.
meg kellett az ekevasat élezni, meg kellett a baltát nyújtani, van tűzhelyen, kohó, csinálni kellett egy baltanyelet, meg kellett a kaszát kalapálni, mi már nem látta, gerebjét csinálja, ezt csináld, azt csináld, ásót, rugót rá, ami jött sorba bárkinek. Mikor nyugdíjba mentem, vettem egy használt temtézét, azt felújítottam, csináltam utána egy hármasekét, csináltam rendsodrót, vettem kaszagépet, vettem vegyszerezőt, műtrágyaszórót, úgyhogy teljesen a gazdaságot beállítottam. Kőműves szélszám, ágyszélszám, lakatos szélszám, satúttú kezdve, a furógéptű, a flextű, a mindentű, tehát hiány nálam nincs. Úgyhogy. És egyszer úgy alakult, tárcán hozta a sors, egy K25-ös traktort megvettem. És csináltam rá olyan húzatót, amivel lehetett húzatni két kapagépet. Utána lehetett, csináltam egy kis pótkocsit utána, takarmánt hozni. Mindent volt pár jó barátom, akikkel összedolgoztunk. Ők jöttek nekem kaszálni, gyűjteni, én meg hazahoztam. A szobában megvan, amit úgy hívnak, hogy koporsó, amit gyékénbű fontam meg saját kezűleg. És ott van a szobába betéve, bármikor szükség lesz rá, csak beletesznek, a bárka megint készen van, az is füstfaveszőbű van megfonva aranyosan, és ott van a kopjafa is, az is meg van írva aranyosan. Készen állok minden percen, én a haláltól nem félek, úgyhogy jöhet bármikor, kész vagyok mindenre. A koporsót elő kellett készíteni a gyékként, úgy azt le kellett a hóktiszaportról vágni, azt meg kellett szárítani, mert úgy íződ, az amiből a kosárt is kötik, a szakító kosárt, meg a gyékén, meg a lábtőlőt. Az a gyékén. Én azt szépen megszárítottam aranyosan, és akkor egy télen hozzá fogtam fonni. Volt, hogy 10 óráig fontam, volt, mikor, mert ameddig kedvem tartotta. Utána összeadtam, összefontam megint. Arra kereten ráhelyeztem, rászorítottam. Körül szépen leszektem, ezzel a sprayvé lefújtam a cifrát, meg ezzel az aranyporral megint lefestettem, úgyhogy egy szép, egy dísze, majdnem mint egy butor úgy néz ki a házba. Még vettem bele egy paplant is, azt is megkérem majd, akik hátra maradnak, hogy azt tegyék alám, hogy én abba pihenjek a paplantba. Ilyen a Kisori határba, vagy a temetőbe, meg itt a környéken ilyen koporsó, meg ilyen bárka a földbe nem megy, mint én csináltam. Thank you.
Kívánok, Bálint! Jó napot kívánok! Tudod, mutatok neked valamit. Mint egy ablegénynek megmutatom neked az élis kamrámat. Hogy él egy ilyen öreg ember, mint én. Saját kezűleg, nézd meg! Ez bármelyik asszony megirigyelhetni. Látod? Bármelyik befőzt, ott a sonka, ott a szalonna. És ezt mindent maga készítette, Bálint? Nincs gondom, ha kell. Megymártást csinálok, ha kell. Visolmást, ha kell. Ott a paradicsom. Bármi. Úgyhogy én lehetetlen nem ismerek. Gyere, megmutatom neked a hűtőládámat. Igen. Hogy mivel mi a reggelünk, vagy mi a vacsorán parancsolják. Látod? Ezek a kolbászok. És mit szokott főzni, Bálint bácsi? Minden, tessék. Itt van a paprikás krumpli, készen. Itt van már a leszedett faszúj, lefagyasztva. Itt van a drága húsleves, az a sárga. Hát ott meggyújt tészta, és aranyosan egy marukkó. Megfőzök bele a levest, és már készen. És látom, kis adagokba fagyasztod, hát egy személyre. Például jönne egy olyan szép hölgy, mint ön, akkor két adagot vennék ki, úgyhogy. Úgy, mint ahol gazdasszom van. Meg lehet, hogy van olyan gazdasszom, hogy nincs is neki ilyen. Ennyi kajája, mint nekem. Köszönöm szépen, Bálint bácsi. És a tésztát is, Bálint bácsi, saját maga gyúrja? Igen. Tisztajárból csinálok, és ott ide szépen kiterítem, ranyosan. Ez Bálint bácsi faragta? Én, saját kezűleg. Nagyon szép. Úgyhogy elterveztem, és hát körülbelül egy télen már csináltam. Volt, hogy 10 óráig, volt, hogy éjfélig, mikor eleket elég meg kellett fonni, és utána összeborni a saját darabjából. Meg lehet emelni. Itt van a belseje. És a sarkok miből készültek? Azt mondom, hogy akartam volna ezt a zsané sarkot, de kitaláltam, hogy nem kell zsané sarok, hanem vettem ilyen gúrtnyit. Látod? Mondom, miért kell nekem ott csavarozni, ezt a tény szépen körülveszem, vagyis nem én, hanem aki majd erre meg lesz bízva, és aranyosan ezt egy ugye belehúzom, vagy belehúzzák, csinálok egy olyan árat, ami ezt átszúrja, tehát már a kis lusta benne fekszik, és akkor ezt ráhúzza, és majd le a másikat, meg a másik végére. És akkor nem kell itt csavarozni a zsanei sarokkal meg. Utána pedig, mikor ez megtörténik, akkor ezt a koporsót beleteszik a bárkába. És hol a bárka? Az itt van kívül. Megmutatja bárkát? Meg. És akkor itt van a két kötél, ezt a koporsóra ráteszik, és leengedik bele a bárkába. És utána a bárkának a tetejét ráteszik, és akkor két koporsó, tehát egy bárka, meg ez. Értem. Úgyhogy nem akarom, hogy a fő nyomjon engemet. Úgyhogy parancsolja, itt van a kopjapám, itt van a bárkám, és ez is saját kezűleg lett elkészítve. Ez a kopjafa miben más, mint a Szatmárcsekei temetőben található kopjafa? Mm.
Hát vele hasonló. Lehet, hogy az csinosabb, vagy külön mestér csinálta, de saját kezűleg én arról lekoppintottam, és úgy csináltam meg. És itt a Kisari temetőben van már nincsen ilyen kopjafa? Nincsen. Akkor ez lesz az első. Ilyen nincsen. Ilyen nincsen. És ezt faragta saját meg a bálint. Ezt itt van a CCS-szám. Annak rémület a halál, akit nem elkészülve talál. Nem választok időt, órát, ha akarod, megyek mindjárt. Feredett az Isten koporsómat, bárkámat, kopjafámat 2011. 11. hó 26-ra a kislusta befejezte. Nem zár be engemet, örökre a sírverem, majd a ma nagy napon találkoztok velem. Így nyugszom én, olvasod te, olvasnám én, nyugodnál te. A várka parancsolján megmutatom neked. Ezt is saját kezűleg. A Tiszaparton szedett piszavesszőgyű. Látod? Itt vannak hozzá a célszérszámok, hogy ne kérjen. Ebben szépen megfogják a halottas cimborák. Elébb az alját van ilyen négy drúd, elébb az alját leteszik, abba a koporsót belehegyezik, utána pedig jön a teteje. Látod? És ezt is maga fonta bárcsi. Ez is. És utána ezt pedig ráteszik a tetejére, hogy békeparaira. Rám mondták, hogy kis lusta. És én nem szégyellem, a férfemre is rá van írva, vagyis a kopjafámra. Én büszke vagyok rá. Mondom, én kis lusta vagyok, te meg nagy lusta vagy. Még a gyerek is úgy mondja, hogy ismered Bálint bácsit? Melyiket? A kis lustát? Van, aki nem is tudja, ki az a Balla Bálint, de azt mondja, hogy a kis lusta, azt már tudja. Mikor Kisor, Nagyor közös tanács együtt volt, én voltam a karbantartója. Úgy Kisorba, mint Nagyorba, a Petőfi fát, meg itt a porkokat egyedül végeztem. És annyira kihalóva volt a Petőfifa, hogy volt még egy pár ág rajta, amelyiken egy pár szem mak volt, és én ezt ott leszettem, és ezt vagy télen beletettem a pincébe, homokba, az szépen kisorjadzott, és tavasszal kiütettem egy négy vagy öt darabot, de egyetlen egy fogant meg belőle. Úgyhogy örülök neki, hogy sikerült, hogy helyette, az öreg fa helyett újult egy másik Petőfifa. Hát igen, átölélte az édesanyját, a Petőfifa, a gyermekét. Amit nekem köszönhet, úgy Nagyor, meg Kisor, meg az itt meglévő emberek, hogy gyönyörködhetnek bennem, miért nagyon szép. Ott, ahol a kis túl siet beléje, mint gyermek, anyja kebelébe. Ez mi történt? Zugva, bőgve, a szegényt is, a miért is bántjátok, hisz ő a világ legjámborabb folyója. Egyszer zugva, bőgve tört át a gátot, el akarta nélni a világot. Régebben még sarjadzott itt kinn a tetején egy kis ágak, de ugye csak élhort, mert ugye a gyerekek, a mókuskák kiégették belőle, igen. És ugye elpusztult az öregtől. Thank you.
Kisor falu ki van halva. Emberek már a félkezemre megtér, ami ember. Hát a teheneket eladtam, felszámoltam. Egyáltalán nem is kellett a tehén. Hát kijöntse az ember, hogy mit csináljon. Adja oda, hát annyi disznak nem szólt az ember, hogy mikor 20 liter tehén van naponta, hát az nem kevés. Nem volt átvevő senki, egyáltalán nem kellett. És most már nem kellett neki mennyi vagy 10 éve nálam, akarna ezt a fiatalokat befelállítani, de ezek nem állnak kötélnek. Ezek miért ülj abba büdös, ebbe, meg abba van. De vajon lesz ember rá, megfelelő ember, meg tudású ember, aki ért hozzá. Hát nem mindegy, az hiába azt mondják, hogy hülye paraszt. Soknak több esze van, mint a szolgabiraunak. Az nem tudja, hogy mi az, mikor egy tehen elleni akar, vagy mikor termékeny nyitni kell. Azt mondta édesapám, az ember nem ember, aki a mácsuprában ért. De az én szüleimnek se a szalonnáért, se a tejért, se a zöldségért, semmiért nem kellett, mert azok mindent megtermeltek. Ez volt a paraszt ember.